Szeretettel köszöntünk mindenkit Karcsának Révinék Kulturális Központ előtti utca részen, az immár sokadik, de ezen a részen második alkalommal megrendezésre kerülő kolbász ízesítő és házi pálinka versenyen. Köszöntök valamennyi csapatot, zsűritagot, érdeklődőt, minden kedves vendégünket és természetesen majd a televízió nézőket is. Engedjék meg, hogy külön szeretettel köszöntsem a rendezvény védnökeit, Kovács Sándor urat, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnökét, Dobos László urat, Karcagváros polgármesterét, és természetesen köszöntöm a rendezvény fővédnökét, dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő urat, földművelésügyi minisztert, aki egy másik rendezvényen kezdi a mai napját, de az eredmény hirdetése, illetve már jócskán előtte csatlakozni fog majd, és ő is kíváncsi lesz a zsűri döntésére, a kolbásztöltő verseny, illetve a házi pálinka verseny zsűriének döntésére. És természetesen engedjék meg, hogy nagy szeretettel köszöntsem a két zsűri elnökünket, dr. Oroszné, dr. Prekop Erzsébetet, a pálinka nagykövetét, Miskolci Likörgyár Zrt. Vezérigazgatóját. Már most el kell mondanom, hogy a Champion díjat a Cefre Doktor Kft. Ajánlotta fel, ami egy házi pálinka főzésére jogosítja majd föl a nyertes csapatot. És köszöntöm a kolbász ízesítő verseny zsűri elnökét, Zsolnai Gábor, Venezdíjas mesterszakácsot, egyetemi oktatót, és természetesen itt is elmondom, hogy a fődíj az egy élő, nagy sertés, amelyet az OSAN ajánlott fel majd további feldolgozásra, hiszen várhatóan a legízesebb kolbász fogja majd elnyerni, és akkor ők egy kicsit gyakorolhatnak majd a jövő évre is. Köszöntöm, ahogy mondtam, a zsűri tagjait, a pálinka zsűri és a kolbász ízesítő verseny tagjait, közülük is külön Penyovszky Lajos urat, testvérvárosunk, Székely Kereszt úr volt polgármesterét. És akkor engedjék meg, hogy felkérjem fővédnökeinket, először Kovács Sándor urat, a megyei közgyűlés elnökét, köszöntője megtartására. Tisztelt vendégek! Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a csodálatos napon, és meg kell állapítanom, hogy már hozzákezdtem a zsűrizéshez, a kolbászok még nincsenek kész, de a pálinkák egyre jobbak. Úgyhogy az első kolbász ízesítő csapatnál már megkóstoltam nagyon jó körtepálinkát, következőnél barackpálinkát, és ahogy telni fog a nap, szerintem legalább ennek a többszörösét meg fogjuk kóstolni a mai napon. Csodálatos nap van, és ennek a vidéknek sok minden értéke van. Értéke a finom ételek, és a finom ételekhez nem csak jó pálinka, akár egy jó birkapörkölt, jó disznódoros ételek járnak, hanem a jó hangulat is. Mert itt a nagykonságban, hogyha összegyűlünk, eszünk, iszunk és jól érezzük magunkat. A mai napon mindenképpen minden megvan ehhez. A jó hangulat, a jó társaság, és hát a jó receptek is. Én elárulok egy jó receptet, ami a én csapatomnak, vagy a mi csapatomnak, amiben én is be fogok szállni, egy nagy titka. Minél tovább beszélek, ők nélkülem annál tovább tudnak dolgozni, és annál jobb lesz a kolbász. Tehát vannak ilyen titkos receptek is, de nem akarom húzni tovább a szót. Mindenkinek jó hangulatot kívánok. Délkörül, amikor kész lesznek a kolbászok, akkor jó kóstolást, és addig a jó hangulathoz pedig finomabbnál finomabb pálinkákat kívánok. Kívánom, hogy mindenki érezze jól magát itt Karcagon, hiszen minden adott. Mindenkinek jó szórakozást kívánok. Szépen elnök úr, biztató szavait, és fölkérem Dobos László urat, Karcagváros polgármesterét köszöntőjére és a verseny megnyitására. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim, elnök úr, vezérigazgató asszony, tanárnő, tisztelt jelenlévők, csatlakozni tudok elnök úr gondolataihoz.
remélem, hogy egy kiváló versenynek leszünk ma is a részesei, hiszen Karcsán azért híres a gasztronómiai rendezvényeiről, elsősorban a Birkafőző Fesztiválról, ami a következő esztendőben 2018-ban már a 20. alkalommal kerül megrendelése, és ehhez kapcsolódóan szeretnénk a gyári időszakon túl egy tél előtti gasztronómiai rendezvényt is felfüttetni, és az a kolbász ízesítő verseny a pálinka versennyel ötvözve. Tisztelt jelenlévők, örömmel látom és tapasztalhatjuk magunk is, hogy egyre több csapat nevez be a versenybe, és egyre több pálinka kerül megmérettetése. És tavaly, bár nagyon szigorú és kemény volt az idő, akkor is kiváló ízeket és jó szavatú pálinkákat zsűrizhettek a zsűri tagjai. Én úgy gondolom, hogy az idén sem lesz rosszabb a helyzet, és mindenki nagyon kellemes ízekkel, szavatokkal fog találkozni. A jó hangulathoz szerintem minden adott, már kiváló illatok fogadtak akkor is, amikor ideérkeztem, legyen az étel, legyen az ital, úgyhogy a feladat az, hogy ezt fokozni tudja mindenki a saját tudásával, a saját receptjével megfűszerezve. Nagyon sok sikert kívánok mindenkinek, és kiváló jó hangulatot a mai rendezvényhez ezennel. Megnyitom a küzdelmet, kezdődhet a gyúrás, a kolbász begyúrása a saját egyéni receptek alapján. Kiváló szórakozást kívánok minden kedves vendégünknek! Köszönjük szépen, és hát mielőtt szétszéled mindenki, azért azt gondolom, hogy a két zsűri munkájáról mindenképpen érdemes hallani néhány szót, hiszen a pálinka zsűri az zárt ajtók mögött fogja végezni a munkáját, de azért nem árt majd meghallgatni most, hogy milyen szempontok alapján. Utána pedig a kolbász ízesítő zsűri elnöke fogja elmondani, hogy mire kell figyelni. Úgyhogy azt tessenek majd, akik itt a kolbász ízesítő versenyen indulnak, nagyon-nagyon odafigyelve megszívlelni, hiszen nyilván ez alapján fogják majd kapni a pontokat. Úgyhogy először a pálinka zsűri munkájáról kérem nagykövet asszonyt, dr. Oroszné, dr. Prekop Erzsébetet néhány szót, utána pedig Zsolnai Gábor urat, hogy a kolbászokról és azok ízéről néhány trükköt áruljon el nekünk. Tisztelt hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm Önöket, szeretettel köszöntöm a város és a megye vezetését, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy ismét itt lehetek Önök között, és bírálhatom az Önök pálinkáját. Nagyon kellemes emlékeim vannak a karcagi pálinka versenyekről, mert valóban nagyon szép és nagyon finom pálinkákat hozzanak és küldenek el ide a versenyre, ami élvezet és öröm bírálni, öröm kóstolni. Remélem, hogy ez a mai napon is így lesz, és hallom a szervezőktől, hogy a tavalyihoz képest szinte dupla mennyiségű pálinkával neveztek a versenyre, úgyhogy lesz feladatunk, dolgozhatunk, és hát mindez gondolom nem csak engem, hanem a zsűri tagjait is nagy elővigyázatossággal és nagy feladattal örvendeztet meg. Hát ugye ügyelnünk kell és vigyáznunk kell arra, hogy tisztességesen és érzelemmentesen bíráljuk el a pálinkákat, habár azt azért szeretném elmondani, hogy ez egy szubjektív döntés. Nyilván mi is vétünk és hibázunk, de nagyon remélem, hogy csak kicsit hibázunk és nagyot nem, mert azért nagyot nem szabad hibázni, még egy ilyen szubjektív értékelés esetén sem. Az értékelés szempontjai azok változatlanok, ugyanúgy, mint a korábbi években. Íz, illat, zamat és harmónia az, amit fogunk nézni, és természetesen a pálinkának a színe, zavarossága, tisztasága, az érlelt pálinkáknak a megfelelő színhatása, de ezekkel különösebben gond nem szokott lenni, inkább az íz, illat az, ami
problémát szokott jelenteni, különösen akkor, ha több benne az elő- vagy utópárlat, vagy felismerhetetlen annak a gyümölcsnek a íz, illat, zamat anyaga, amelyből a pálinka készült. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, majd a végén a sok pálinkát fogjuk értékelni, és majd akkor többet a pálinkákról. Minden jót kívánok, és jó szórakozást mindenkinek a mai napra. Hát, kezdjük sokkolom, jó napot kívánok, szervusztok! Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ismét itt lehetek, hogy a 3 éve, amikor tiszteletbeli Kunnál fogadtak, akkor én elmondtam, hogy most akkor haza fogok járni. Úgyhogy úgy igyekszem most, és úgy érzem, hogy kicsit hazajöttem. Megmondom őszintén, egy kicsit féltem elindulni a hírekből. 47 perc volt a csúszás idő, a út közben volt egy nagyon csúnyos, sok több halálos áldozatot kívánó baleset a Széchenyi hídon, mert aztán újra eltereltek itt Törökszent Miklós térségében, ott is volt valami balhé, de azért hál' Istennek sikerült ideérnem. Miért örülök nagyon ennek a versenynek, illetve magának a gondolatnak, hogy foglalkozzunk a sertésfeldolgozással, készítsünk finom kolbászokat. Kérem szépen, ha egy nép elveszti a szokásait, ha egy nép elveszti a tradícióit, akkor baj van, az identitásra van veszélyben. Különösen örülök annak, hogy itt most már évek óta ugye visszajáró lélekként látom azt, hogy hála Istennek nem csak a korombeliek vagy még idősebbek, hanem hál' Istennek a fiatalok is nekiláttak annak, hogy ezt a csodálatos disznófeldolgozást megismerjék, és finom ételeket tegyenek az asztalra. Saját családomban úgy volt, mi ugye városi gyerekek vagyunk, én budapesti emberke vagyok, ott éltem már 65 évet. Amikor a fiam betöltött a 30. évét, és kertészmérnök diplomával odaállt elém, hogy apa, most már jó lenne megtanítani a disznót vágni, akkor ez a vejem, majd az egyik barátjuk, egy atomfizikus gyerek rögtön csatlakozott, úgyhogy 3 éve jelentem, levágtuk mi is újra az első családi disznót, és azóta minden évben most 2 fogunk már vágni. Miért? Mert ők úgy gondolták, hogy ha igaz, hogy rossz városi emberek, és nem igazi valaszt emberek, de hát azért azt a szokásrendszert, ami a maga a disznótól és a minden, ami hozzá kapcsolódik, a csodálatos bökőpálinka, ugye, hogy ezt mi apósomtól megtanultam, hogy ezt így, ő paraszt ember volt, úgyhogy őtőle tanultam meg. Ez az egész szertartás úgy, ahogy van, ez egy csodálatos dolog, és ha mindez, hát remélem a szél majd elindul, és bár itt sokkal rosszabb helyzetek is voltak, ez a köd egy kicsit odébb megy, a lényeg az, hogy a lélekben és a szívben ne legyen semmi göd, sok mosoly legyen. Ez eddig így volt, akikkel eddig találkoztam, mindenki mosolyogott. Én azt szeretném ezen a napon, mindenki boldog lenne, mosolyogna, és én amikor hazafelé megyek, akkor a gyomrom még mindig rendben legyen. Hát ehhez ezt a 22 kalmaszt majd le kell gyűrni, jelentem meg lesz. Na most mit fogunk nézni? Nagyon egyszerű. Amikor az ember étkezik, akkor először mindig a szemét és az órát eteti. Tehát az első, hogy majd amikor tálalják, gondoljanak arra, hogy amikor én ránézzek, akkor már csurogjon a nyálam. Tehát ne egy műanyag tálon húzzuk oda, hanem valami kis alkalmasságon, amelyiken már a szem is gyönyörködik. A kolbász mérete, formája is olyan legyen, hogy a szemünk gyönyörködjön. Az órunk az már ilyenkor működik. Már most is érzem, igaz, hogy most a pálinka még elnyomja, de hát ez nagy baj nem lehet. Utána jön az, hogy amit kóstolunk, tehát az ízlélés, de ezt megelőzően mi sétálni fogunk, és én azt gondolom, hogy a szakács szakma egyik nagy feladata az, hogy mi hátul dolgozunk, és ha beleteszünk valamibe, akkor azt a kedves vendég bennünk bíz, a megeszi. Tehát magyarul hihetetlen fontos, hogy mi történik a háttérben. Ezért nézni fogjuk azt, hogy milyen rendben dolgoznak, milyen tisztán dolgoznak, és még valami, a szakács szakma az egy csapatmunka, nagyon keményen csapatmunka, azt is nézni fogjuk, hogy a csapatokban egy ember dolgozik, és a többi heréli a tücsköt, vagy csak nézi, vagy issza a pálinkát, vagy ne adj Isten, mindenki megtalálja a feladatát, mindenki dolgozik, tehát ítélni fogunk a csapatmunkában, ítélni fogunk a tisztaságban, a munkaszervezésben, és persze végén a főpontszám az a prezentáció mellett a kolbász lesz. Jó munkát mindenkinek, és kellemes fogyasztást a kedves vendégeknek is, jó időt kívánok! Köszönöm! Köszönjük szépen, és kérnénk szépen a csapatkapitányokat, hogy legyenek kedvesek egy kicsit közelebb fáradni, illetve a zsűri tagjait, hogy tudjanak kocintani, hiszen disznótorban még a kolbászízesítő versenyről van is szó. A kezdő szúrópálinka után induljon a csapatmunka. Kedves egészségére mindenkinek,
Lehet körbeállni végig. A zsűri, és akkor egy kocintás erejéig még álljunk meg, és utána kezdhetjük a versenyt. Jó, egészséget meg! Tessék, mindenki bent, aki... Éljenek a katák! Mindenkinek kedves egészségére! Legalább van nálunk pár. Most egészséget! Vardi Sándorral, a Karcagi Szakképzési Centrum főigazgatójával beszélgetünk. Milyen módra tölti a centrum a kolbászt itt mögöttünk? Jó a kérdés, mert a fiatalok töltik, és megkérdeztem tőlük, és azt mondták, hagyományos módszerrel. Van olyan kolléganő, akinek a rokonságában van egy hentes, és annak a receptjei nem árulták el nekem, se van titkos, gondolom azért, hogy szeretnénk nyerni. De akkor gondolom, hogy csak hagyományos fűszerek vannak benne. Igen, igen, és kis csípős is lesz benne, azt tudom, hogy kis csili is lesz benne, biztos finom lesz, megsül. De akkor ez fontos volt, hogy induljanak ezen a mai versenyen? Mi szeretnénk mindenütt megmutatni magunkat, egy kis reklám is tulajdonképpen, hogy lássa a lakosság, illetve a itt levő vendégek, hogy van a Karcagi Szakképzési Centrum. Kicsit reklámozzuk önmagunkat is ezzel. És akkor igazgató pedig majd eldönti, hogy milyen, és gondolom, hogy az utolsó ízt azért csak azt fogja jóvá hagyni, aki már sokat töltött, de egyébként milyennek tartja a mai versenyt? Én nagyon színvonalasnak tartom, igaz, most vagyok itt először ilyen versenyen, és azt látom, hogy nagyon sok érdeklődő van, sok versenyző van, és ez azt gondolom, ez a cél, hogy legyen, és kóstoljuk egymás kolbászát. Jó munkát kívánunk! Köszönöm szépen! Szabó György itt közben nagyon dolgozik, a hatósági csoport baráti társaság oszlopos tagja. Azt mondták, hogy ön lesz a csapatkapitány. Mit kell tudni a csapatról? Hát, hogy a Karcagi polgármesteri a aljegyző irodájának a hatósági csoportja vagyunk. Tulajdonképpen így hatan vagyunk kollégák, illetve hát egyedül én vagyok férfi, a többi a hölgy, és ugye itt vannak még a férjek, feleségek, és így alkotunk egy csapatot. De akkor egy-egy összeszokott társaság, tehát nem első alkalommal töltenek már kolbászt? Hát így együtt második alkalommal, mert voltunk a tavalyi rendezvényen is, de úgy külön-külön azért ismerős mindenkinek, hogy miről is szól egy disznótól. Fűszerek? Hát, van benne erős paprika, csemege paprika, bors, só és egy kis chili. Jó munkát kívánunk! Köszönjük szépen! Patkos Lajossal beszélgetünk, hiszen a turkevélyek egy különlegességgel készültek, itt polgármester úr is segített a töltésben. Mit kell tudni erről a kolbászról? Van benne, ami másban nincs? Az alapfűszerezés az nem történt másképpen, mint helyi hagyományok szerint csináltok só, bors, paprika fűszerekkel, illetve egy kis kiegészítést tettünk ínyenség bele, aszalcilvár. Miért pont aszalcilvár? Ja, azt gondoljuk, hogy az aszalcilva szerintem töltött húsokhoz, vörös húsokhoz nagyon jól passzol. Megpróbáljuk. Akkor hát, itt gondolom az ágyas pálinkáktól is jött ez az ötlet, hiszen ott is van ilyen. Hát az ágyas pálinka az egy ilyen hobbi szinten, otthon üzem ezt az ipart. Próbálok minél több fajtát előállítani. Egy konyhának, egy étkezőnek a színességét mutatja, illetve bármikor meg tudom otthon kóstolni. Egy ominens olyan vendég érkezik hozzánk, akkor ugye... Akkor tud neki különlegességet. Egyébként ezt most találták itt ki, hárman közösen, ezt, vagy eleve így készültek? Ezt idefele jövet találtam ki, igen. Akkor jó munkát kívánunk, hiszen pont megérkezett a zsűri is. Köszönjük szépen!
Kovács Sándorral, a megyeközés elnökével beszélgettünk. Egy kicsit már dolgozott elnök úr töltött itt Kolbásznahuba Imre kollégáival. Milyen volt beszállni most itt a versenybe? Nagyon jó, hiszen gyerekkorunktól kezdve mindig a disznótorokban ugyan a kolbász töltést nem bízták ránk, de nincs olyan karcagi felnőtt, aki ne tudná, hogy hogy kell a kolbászt tölteni. Ízesítettük, gyúrtuk, gyerekként gyúrhattuk is a kolbászt, de most már be is töltöttük a bélbe, kész van, jó ízű lett. Azon volt egy kis vita, hogy mennyire legyen csípős, hiszen én már rászoktam arra, hogy a gyerekek miatt már nem főzünk és nem készítünk csípőset, de úgy voltunk vele, hogy most akkor nem csak a gyerekeknek lesz, most egy kicsivel csípősebb lett, úgy, ahogy mi szeretjük a kolbászt. Én azt gondolom, hogy nagyon jó ízű volt, és jó érzés volt egy jó csapatba dolgozni. Azt gondolom, hogy nem csak a végeredmény számít, hanem a hozzávezető út is. És finom lesz a kolbász, finom lesz a végeredmény, és nagyon jó hangulat a hozzávezető út, nagyon jó csapattal, nagyon jó társaságban. És én azt látom, hogy ahányan itt vagyunk, mindenhol nagyon jó hangulat van, nagyon jó csapatok. Egyben különbözik a birka főzőtől, hogy nem lehet rövid nadrágba jönni, és nincs jó meleg, de a hangulat ugyanolyan forró és jó. Én azt gondolom, hogy mindenki, aki ide eljön, jól érzi magát, és nagyon finom ételek és nagyon finom pálinkákat kóstolhat. Igen, épp ezt akartam, hogy most a hideg sör helyett vannak a hideg pálinkák és a forralt, ízesített borok, de itt láttuk azért, hogy nem mindenki hagyományosan dolgozik, van, aki aszalt is tett bele, tehát azt gondolom, hogy a zsűrinek nem lesz egyszerű dolga. Én egy idős pálinka főzőtől, akire én felnézek ebbe a témába, azt mondta, hogy mi most tanuljuk meg a pálinka főzést, magyarok, hiszen emlékszem rá, a gyerekkoromban azt tettük bele a cefrébe, ami lehullott a fáról, és akkor főztük ki a pálinkát, amikor időpontot kaptunk. Most azért sokkal jobban figyelünk rá, figyelünk a gyümölcsre, a cefre forrásra, hogy mikor legyen kifőzve, és én azt gondolom, hogy egyre jobbak a pálinkák. Én egy pálinka zsűri taktól hallottam, aki jár szerte az országba zsűrizni pálinkát, és azt mondta, hogy a 15-20 éves pálinkák nem hasonlíthatók a maikhoz, mert egyre jobb pálinkákat főznek, egyre jobban figyelnek rá, és én azt gondolom, hogy ebbe is egy nagyon jó fejlődés van. Le fogjuk hagyni, nem csak, hogy utolérjük a viszkikészítőket, ami gabonából, takarmányból készítenek italt, hanem a finom magyar gyümölcsből. Szerintem nagyon finom pálinkák készültek, és ezek egyre jobbak lesznek. Reméljük, a zsűri is így ítélünk majd meg délután az eredményhirdetéskor. Én azt kívánom, hogy érezzék jól magát, hiszen tudom, hogy még máshova is megy, úgyhogy azt gondolom, hogy még a füredi ízesítésű kolbászt is meg fogja kóstolni. Így van, én azt gondolom, hogy a zsűri nagyon jó jár, én egy kicsit előtte jártam, hiszen néhány pálinkát már sikerült megkóstolni, jobbnál jobb pálinkák vannak, vigyázni kell a mértékletességre. Köszönöm szépen! Benyoszki Lajossal beszélgetünk. Itt a zsűri már nagyban dolgozik. Hogyan látja, milyen kolbászok készülnek? Én most veszek részt először ezen a, hogy mondjam, kolbász ízesítő versenyen. Tiszta véletlenül kerültem ide, de nagyon örvendek, hogy egyből zsűribe kezdem, tehát magas a pozíció. Meglepetésként látom, hogy legalábbis kóstolás előtt sok finom kolbász fog készülni. Természetesen másképp töltik itt, másképp ízesítik egy picit a kolbászt, mint Székelyföldön, de sok közös dolog is van. Akkor beszéljünk arról, hogy miben másabb az önök által készített kolbász. A legfontosabb különbség az, hogy nálunk paprikát ritkán használnak. Ez a legfontosabb. Aztán a kóstolásnál... Fokhagyma? Fokhagymát használunk, nem olyan sokat, de használunk. Borsot használunk, sót, fokhagymát. Mi? De akkor nincs különleges fűszer, valami helyi erdélyi fűszer? Természetesen szoktak, de az alap az ez. Bors, só és fokhagyma. És akkor mondjuk, ha önök otthon a háznál disznótoroznak, akkor van-e valami különlegesség, valami Benyovszki specialitás? Hát nincs különös specialitás. A feleségem az ász, illetve a fő tudósa a kolbászkészítésnek. Én mindig a vágásfélét rendezem. Tehát amíg bekerül a konyhába, addig a férfi dolga, az asztalra kerül, tovább az asszony dolga. Nálunk ez a szokás, úgyhogy nem szólunk bele egymás dolgába. Hát akkor itt azért szóljon bele a zsűri dolgába, jó munkát kívánunk! Köszönöm szépen, igyekszem, hogy bele is szóljak!
Szepesi Tiborral beszélgetünk, itt Csavában dolgozik már a zsűri. Azt gondolom, egy picit ön is megnyugodott, hiszen minden elindult a maga útján, és jól halad. Igen, azt gondolom, hogy már napokkal ezelőtt, amikor a nevezések beérkeztek, akkor látjuk, hogy olyan nagy probléma nem lesz a rendezvénnyel, hiszen az időjárás az jónak mutatkozott, legalábbis amit az előrejelzésekből látunk. A nevezésekből pedig azt láttuk, hogy a tavalyi létszámot jócskán fölülmúljuk, hiszen 19 csapat volt tavaly, idén 23-an neveztek, és hál' Istennek egyre több a fiatal, és meglepő módon a vidéki csapat, hiszen ha szétnézünk, akkor a kenderesiek vagy a turkevei polgármester úr tölti itt épp a kolbászát. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ja, és akkor ne is felejtsük ki a pálinkát, hiszen a tavalyi 32 pálinka után idén 69 nevezés érkezett. Ha jól emlékszem, 13 településről, tehát egyre szélesebb körben igénylik azt, hogy megmérettessék a pálinkájukat, és hát nagy szerencsék az, hogy ezt Karcagon szeretnék megtenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, egy picit megnyugodtunk, jó a rendezvény, sokan vannak, sok az érdeklődő, és ahogy hallom, nagyon jó a hangulat. És hát most az idén egy picit másabbként gondoltak a gyerekekre is, hiszen azért amíg itt a felnőttek, szülők, nagyszülők itt kint töltik a kolbászt, addig ők bent, most a hűvös időben egy picit bent a meleg moziteremben filmet nézhetnek. Természetesen több programmal készültünk a fiatalok számára is. Nem titkoltan, ide szerettük volna csábítani őket a rendezvényre. Ennek ugye több módját próbáltuk megkeresni. Egyik a kézműves foglalkozás lehetősége, a másik pedig az, hogy azok a számukra érdekes és a Dériné adottságait kihasználva mozifilmet vetítünk, hiszen ha megnézzük a mozifilmet, akkor el kell jönniük a csapatok között, amikor vége a filmnek, akkor kijönnek és érzik majd ezt az illatot, amely akkor már várja őket. Természetes, hogy kipróbálhatják kézműves foglalkozáson képességeiket, és hát itt a háttérben egyfajta újabb rendezvény is csatlakozott idén hozzánk, hiszen az Európai Hulladékcsökkentési Hét programjai is zajlanak, Karcagon is, tehát itt is lehet ismerkedni az ehhez szükséges feltételekkel és foglalkozásokkal. Azt gondolom, minden adott ahhoz, hogy ma is jól sikerüljön ez a rendezvény, és hát reméljük, hogy a zsűrinek sem kell futnia, hogy Megházi bácsi szokott fogalmazni a birkafőzőn, és olyan döntés fog születni mindkét zsűriben, amely elégedettek lesznek a nevezők. Én biztos vagyok abban, hiszen visszatérő vendég mind a két zsűri elnök. Azt gondolom, hogy a pálinka zsűri elnöke, dr. Oroszné, dr. Prekop Erzsébet valóban olyan szakmai felkészültséggel irányítja a pálinka zsűri munkáját, mint ahogyan Zsolnai Gábor, a kolbásztöltő verseny zsűri tagjait instruálja, és valóban olyan eredmény fog születni, amely meggyőződésem egyébként, hogy nem könnyű a zsűri munkája. Bevallom őszintén, én magam végig illatoztam azokat a pálinkák nagy részét, amely beérkezett, és nagyon jó illatokat tapasztaltam. Nyilván kóstolni nem volt lehetőségem, de az illatok alapján nehéz lesz a zsűri dolga. És ahogy volt most időm egy picit végig sétálni, persze minden csapat őrzi a házi titkot, hogy mi az a hozzáadott plusz, amely benne van a kolbászba, de nagyon jó és nagyon szép állagú, színű kolbászok készülnek, úgyhogy lesz dolga a zsűrinek. Köszönjük szépen! Köszönöm! Zsolnai Gáborral beszélgettünk, hiszen már a zsűri javában dolgozik, elmondta a megnyitójában, hogy szereti látni közelről is, hogy mi hogyan készül, mik a tapasztalatok. Hát minden évben jobb egy picivel a történet, tehát egyre professzionálisabb a csapatmunka. Eddig azt mondom, hát még nem kóstoltam, még csak a szem látta, azt hiszem, hogy nem lesz nagy baj, tehát lesz mit enni. Ami nekem mindig fáj különben, hogy egyetlen egy csapat sem merte kimondani, hogy ő miért. Tehát mindig csak szemre. Azért egy kolbásznál, pláne ha 20-30 kiló húsra dolgozunk, és nem használunk mérleget, akkor meglepetés lehet. Tehát ez az egyetlen kritikám, hogy tessék szíves tenni, mérni jó, mert azért a biztosabb a dolog. Ettől még nem mondom, hogy nem kell kóstolni, csak tessék mérni. De az, hogy fiatalok vannak, sok fiatal van,
és hála Istennek jó a hangulat, a köd is elszállt, tehát lassan fölment, úgyhogy teljesen jól állunk, én úgy látom. A szurpálinka is megvolt így kezdéskor, azt gondolom, hogy ez is megalapozta a jó hangulatot. Hát ez csak természetes, bár ugye hála Istennek ebben is előreléptünk, tehát nem a mennyiség, hanem a minőség. Nagyon finom volt a szilva, és jellemzően az a 2 centiliter, amennyi az illő, az csúszott le láthatóan. Tehát itt még olyan embert, aki egy picit is túl itta magát, nem láttam. A jó hangulat az megvan, de ez így rendben van. Jó munkát kívánunk! Nagyon szépen köszönöm. Még jön a neheze, majd kóstolni is kell. Csokolom! Nagy Györgyenővel beszélgetünk. Azt gondolom, hogy nagy volt a felelősség és a teher az önök vállán a mai versenyen, hiszen tavalyi győztesként megint meg kellett mutatni. Hogy érzi, hogy sikerült? Szerintem hoztuk azt a minőséget és azt a formát, amit egyébként is elvárnak tőlünk, hiszen a tavalyi tényleg egy nagyon jó sikerült kolbász. Tehát én úgy gondolom az idei is, de majd még a sütő is azután fog történni, az mutatja meg majd a végleges ízét. Mit kell tudni a csapatról? A csapat nem változott, tavaly óta hárman vagyunk, Szabó Péter, Balog István és jó magam, illetve hát természetesen vannak azért segítőink, a hölgyek, akik már reggel is itt voltak, egyébként is sütötték a pogácsát, kínálták a vendégeket, és bármilyen mozdulatba segítették a csapatunkat. Van-e valami titok, vagy csak a hagyományos fűszerek? Igazából úgymond titok nincsen, karcagiak vagyunk, mind a hárman karcagi ízeket szeretünk, és mind a hárman tapasztalt disznótoros emberek vagyunk, így mindenkinek van az az igazi ízvilága már, ami tényleg el lehet adni, vagy hogy mondom, szeretni lehet gyakorlatilag. És akkor egy picit csípős, vagy inkább csak egy ilyen csemege, tehát milyen paprikát használtak, hiszen volt alattuk, aki tett bele külön csilit, volt, aki aszalt szilvát, tehát mit szól ehhez? Tehát nem, ezek a hülyeségekkel mi nem foglalkozunk. Mi tényleg azt mondom, hogy karcagiak vagyunk, mi a karcagi ízek szerint. Az őrölt paprikán, borson, egy nagyon pici köményen kívül a fokhagyma volt a mérvadó benne, de egyébként csípősre csináltuk, szeretjük a csípős kolbászt, úgyhogy ez meg is fog érezni rajta. Reméljük a zsűrinél sikerül megvédeni a tavalyi címet, majd kiderül délután. Köszönjük szépen! Szerintem rajtunk nem fog múlni, köszönjük szépen! Lukács Németet itt elvesztegettünk, hiszen a kenderesi csapat itt ropta a táncot az előbb, de azért a kolbász töltésben is otthon vannak. Hogyan készült a kolbász? Teljesen hagyományosan a nagyapáink, dédapáink, ők apáink receptjei szerint teljesen klasszikusan só, bors, színes paprika, fokhagymával készült ez a kolbász, és a szívünket, lelkünket beletettük, nagyon lelkes a társaság, egy nagyon jó kis csapat, és a vidámság, a tánc, ez az életünk, és így jöttünk ide, hogy egy jót mulattunk, és együtt örülünk a többiekkel. Azért sok helyszínen találkoztunk már, tehát nem az első alkalom ez a csapat bemutatkozása, de Karcagon azt gondolom most vannak itt először. Igen, Karcagon még most vagyunk először, egy frissen alakult egyesület vagyunk, legalábbis régóta szerveződött ez a csoport, de hivatalosan talán egy éve, hogy szerveződtünk, hivatalosan vált az egyesület, és Karcagon még nem voltunk, de nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Sok sikert kívánunk, és majd a zsűri meglátjuk, hogy ítéli meg a kolbász. Reméljük, hogy nagyon-nagyon pozitív elbírálást kapunk, de ha nem, akkor is nagyon jól éreztük magunkat, és köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehettünk. Megszületett a pálinka zsűri döntése, és mielőtt a díjak kiosztására sor kerülne, átadom a szót a zsűri elnökének, dr. Oroszné dr. Prekop Erzsébetnek, aki értékeli a versenyt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hát ismételten szeretettel köszöntöm Önöket.
szeretnék önöknek gratulálni. Az elmúlt, nem is tudom, talán 8 évben szervezi itt a Karcag város csapata és vezetése ezt a pálinka versenyt, amely úgy látjuk, hogy egyre inkább bővül, egyre inkább nem csak a karcagiak vesznek részt rajta, hanem az ország különböző pontjáról is küldenek pálinkákat. Így szeretném elmondani, hogy talán először fordul elő, hogy 11 településről jött pálinka, például Budapestről és az ország különböző pontjairól. Összesen 69 minta érkezett, ez is gyakorlatilag az elmúlt évek időszakához képest egy rekordszám, ami nem tudom, emlékeznek-e rá, tavaly 31 néhány pálinka volt, most szinte a duplája. A pálinkák jelentős része azért a helyi hagyományoknak megfelelően szilva, de 14 féle pálinka jött a versenyre. Ennek a 14 féle pálinkából, amit említettem is, legtöbb a szilva, de van szép számmal megy, szőlő, és hát egyéb kuriózumok, mint birsalma, kanszibarack, cseresznye, körte, kökény például. Azt tudom elmondani, hogy nagyon szépek voltak a pálinkák, egy-két kivételtől eltekintve nem volt benne hiba, nem volt benne elő-utópárlat, tehát tiszták voltak, kellemes illatúak voltak, azonban hát nyilván minden pálinka nem nyerhetett érmet. Ez pontosan azért nem történhetett meg, mert azért sok esetben érezte a zsűri, hogy nem elég gyümölcsös a pálinka, nem elég illatos a pálinka, és ezek miatt képtelenek voltunk pontot levonni, és nyilván így a pálinkák egy része nem nyerhetett érmet. De föl a fejjel mindenkinek, aki idáig hozta a gyönyörű pálinkáját, úgy gondolom, hogy jövőre akár ugyanezzel a pálinkával már sokkal szebb eredményt tud elérni. Azt is észrevettük, hogy volt olyan pálinka, nem is egy, amelyek tavaly is versenyeztek, és ezek a pálinkák közül volt olyan, amelyik most magasabb pontszámot kapott, és magasabb éremmel fejezte be a mai versenyt, de volt olyan pálinka is sajnos, aki kevesebb pontot kapott, és mint tavaly, és esetleg most már ugyanaz a pálinka nem kapott érmet. Tehát a lehetőség megvan, úgyhogy én javaslom önöknek, hogy jövőre is induljanak ezekkel a szép pálinkákkal. Nagyon sok volt a 2017-es pálinka. Bízom benne, hogy azért van pihentetett pálinka, több is az elmúlt évekről, és nyilván a pálinka is minél tovább pihen, annál jobban előjönnek az ízek, illatok, zamatok, és egyre kellemesebbé válik. Tehát a pálinkának nagyon jó az, hogyha nem csak néhány hónapot, akár egy-két évet is pihen a tartályokban, korsóban, kannákban. Szeretném elmondani, hogy a versenyen 6 aranyérmes pálinka született, 13 ezüstérmes és 6 bronzérmes. Ezen kívül a zsűri döntött a 6 aranyérmes közül egy champion díjról és 2 külön díjról, és ezeket is most az eredmény hirdetés alkalmával át fogjuk adni. Én köszönöm minden résztvevőnek, hogy nevezett erre a pálinka versenyre. Köszönöm a zsűrinek a nagyon felelősségteljes és szakszerű munkáját. Igazán kiváló és nagyon szakszerű munkát végeztek.
Én úgy gondolom, hogy nyugodtan mindenki elfogadhatja ezeket az eredményeket, mert igazán tisztességesen, fegyelmezetten és nagy-nagy odafigyeléssel végezte a zsűri a munkáját. Hát mindenkinek további jó szórakozást kívánok, és a jövő évi pálinka versenyre szintén küldjenek ilyen sok pálinkát, és legyen ilyen sok jelentkezés. Megköszönöm zsűri elnök asszony értékelő gondolatait. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, bejelentem, hogy a díjak kiosztására kerül sor, és tisztelettel kérem, hogy a díjkiosztásban legyen segítségünkre dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úr, városunk és térségünk osztálygyűlési képviselője. Köszöntöm szeretettel. Tisztelettel kérem Dobos László urat, városunk polgármesterét, hogy szintén legyen segítségünkre a díjkiosztásban. Köszönöm dr. Oroszné Prekop Erzsébet, a zsűri elnöke, fog szintén a díjkiosztásban segítkezni, és Szepesi Tibor igazgató úr, önkormányzati képviselő. És akkor köszönöm szépen, és amit kapnak a díjazottak, kapnak érmet, a bronz díjazottak nyilván bronzérmet, emléklapot, illetve kapnak matricát, amit az van feltüntetve, hogy az a pálinkájuk az idei évben bronz, arany vagy ezüst minősítés szerepel, tehát hogyha valaki a karácsonyi asztalon ezzel a pálinkával kínálja a családot, akkor büszkén dicsekedhet, hogy ilyen szép eredményt ért el. Illetve kap mindenki egy ajándékcsomagot, amelyet helyi termékekből állítottunk össze, a Szent Annai Középiskola által készített élelmiszerek vannak benne, fogyasszák egészséggel. Tehát bronz érmet szerzett Birs 2015-ös pálinkájával Borúzs János, aki Hajdúszoboszlóról nevezett, és saját maga főzte a pálinkáját. Gratulálunk! Szívből gratulálunk! Szintén bronzminősítést kapott Fazekas László 2017-es megypálinkája, ami szintén saját főzés, és ő Szolnokról érkezett, Szolnokról nevezett. Gratulálunk! Bronzminősítést kapott Szabó Imre Zuckerti Szilva pálinkája, az 2017-es, és a Vas Imre főzte, készítette. Gratulálunk a remek pálinkához. Köszönöm. Gratulálunk! Következő bronzminősítést elért pálinka, saját főzés, szőlővagon ágyazott írsai szőlőpálinka, Barta Sándor készítette Hajdúszoboszlóról. Nincs jelen. Következő szintén egy szőlőpálinka, szintén saját főzés, írsai olivér szőlőből készült, és Fazekas László főzte, szolnoki versenyző. Gratulálunk! Dupla! És egy igazi különlegesség kapott még bronzérmet, már a színe is különleges volt, halvány zöld színű volt az ital, vegyes gyümölcspálinka, cicka fark ágyon, és aki készítette, Link Robert Berekfürdőről. Gratulálunk!
Most pedig áttérünk az ezüst minősítésű pálinkák díjkiosztójára. 13 ezüst minősítésű pálinka volt. Barta Sándor Penyigei Szilva pálinkája 2017-es saját főzés hajdúszoboszlói versenyzőnk. Barta Sándor. Lehet, hogy nem érkezett el, majd nem érkezett ide, majd eljutatjuk hozzá a díjat. Következő a budapesti versenyzőnk, Feuerabend Sándor Málna pálinkája nyert ezüstérmet saját főzés. Szívből gratulálunk. Lehet, hogy ő sincs itt, postán küldte a mintákat. Eljuttatjuk hozzá. Szívből gratulálunk. Következő versenyzőnk, Karcagi, saját főzésű pálinkáját hozta el, Őszi Barack, és 2017-es főzés, és a nyertes Nagy Imre. Gratulálunk! És ő volt az első nevező, ahogy lehetett hozni a pálinka mintákat, ő nevezett elsőként. Megérte? Következő díjazottunk megy pálinkája, 2017-es megy pálinkája, és aki nyerte a díjat, ezüst minősítést, Varjú Dávid, karcagi versenyző. Varjú Dávid, gratulálunk! Következő versenyzőn saját főzésű pálinkájával nevezett, Hajdúszoboszlóról érkezett, körte pálinkát főzött Borúzs János. Szeretettel gratulálunk, ezüst minősítés. Következő versenyzőnk szintén vidékről küldte a pálinka mintát, Székely László Vecsésről, Irsai Olivér Törköly pálinkáját 2017-ben saját maga főzte, és ezüst minősítést nyert. Gratulálunk! Lehet, hogy nincsenek itt, szeretettel gratulálunk, eljuttatjuk hozzájuk a díjat. Következő karcagi nyertesünk, Vegyes Gyümölcs megy Szilva pálinkával nevezett Combos István. Ezüst minősítés nyert, gratulálunk. Combos István, Karcag. Következő nyertesünk, karcagi versenyző, Prezident Szilva pálinkával nevezett Győri Sándor. Szeretettel gratulálunk! Következő nyertesünk, Szilva pálinkával nyert Fazekas László Szolnokról. Gratulálunk! Harmadik, Mester Hármas. Következő versenyzőnk, az előbb sem jött ki a díjáért, tehát lehet, hogy most sem fog. Székely László Becsésről Izabella Szőlő pálinkájával nyert saját főzésű
ezüstérmes. Gratulálunk, eljuttatjuk. Következő versenyző almapálinkával, Jonagold almapálinkával nevezett, és ezüstminősítést nyert Győri Sándor karcag. Következő nyertesünk Birs pálinkával nevezett Vinis Béla karcagról saját főzésű pálinkája. Gratulálunk! Következő nyertesünk Dévabányáról nevezett Szabó Anna Virág Vilmos Körte pálinkájával nyert ezüst minősítést. Gratulálunk! És akkor ez itt a reklámhelye, a pálinkát a Cefra Doktor Kft. Főzte, akik a fődíjat fölajánlották. És akkor az aranyminősítésű pálinkák díjkiosztása következik. Tóth István Turkevéről, Irsai Oliver szőlőpálinkájával szeretettel gratulálunk. Következő aranyminősítésű pálinka 2014-es cseresznyepálinka, és aki nevezett, Fazekas János karcagról. Gratulálunk! Következő díjazottunk Fazekas László szolnokról, Barack pálinkájával. Következő aranyminősítésű pálinkák Budapestről érkezett, eljuttatjuk majd a nyertesnek. Feuerában Sándor Vilmos Körte pálinkája aranyminősítést kapott. Következő versenyzőnk Bosztós István karcagról és 2015-ös Ágyas meg pálinkája győzött. Gratulálunk! Még egy aranyminősítésű pálinka érkezett postán Budapestről, Feuerában Sándor szőlő, Irsai Oliver szőlő pálinkája. Eljuttatjuk majd a díjat. A külön díjak átadására kerül sor, tehát a aranyminősítésű pálinkák közül kettő kapott külön díjat, az egyik Posztós István Ágyas megy pálinkája. Szívből gratulálunk! A másik aranypálinka, amelyik külön díjat kap, Fazekas János 2014-es cseresznyepálinkája.
A Champion díjat, amely a Cefra Doktor Kft. Felajánlása a karcagi pálinka verseny győztesének ingyenes pálinkafőzés 250 liter cefre egyszeri lefőzéséről szól, és a serleget Feuerában Sándor budapesti versenyzőnk nyerte, eljuttatjuk majd részére 2017-es Vilmos Körte pálinkájával, szívből gratulálunk. Köszönöm. Megköszönöm a zsűri munkáját és a díjkiosztásban történő közreműködést. A pálinka zsűri elköszön, jövőre önökkel ugyanitt. Viszontlátásra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kitartó kolbásztöltők, az eredmény hirdetéshez értünk. Mielőtt az emléklapok, külön díjak és az első három helyezett díja átadásra kerül, nyilván a legvégén majd virtuálisan a 200 kilós poca annak, aki megnyerte és majd egy kicsit gyakorolhat a jövő évi kolbásztöltő fesztiválra. Előtte mindenképpen felkérem Zsolnai Gábor urat, a kolbásztöltő verseny zsűri elnökét, hogy értékelje azt, amit látott ugye menet közben a verseny idején, és hát nyilván az elkészült kolbászoknak az ízéről azért ő biztos, hogy sokkal jobban fogja megfogalmazni a gondolatait. Én, amit megkóstoltam, el kell mondani, hogy mind nagyon finom volt. Hát mondom az első jó hírt, az eddigi ismereteim szerint minden zsűri tag él még. Azért ez egy nem utolsó szempont, sőt, még senki nem lett rosszul. Abban maradtunk, hogy nem tartom túl hosszasan az értékelés, mert csak hűvös van, tehát mire sötét lesz, befejezem. És akkor kezdjük. Nagyon örülök annak, hogy az alapanyagok arányai, úgy mint a zsírhús arány, nagyon jól volt beállítva, mert a szaftosságnak ez az egyik garancia eleme, úgyhogy gratulálok annak, aki ezt ilyen jól állította be. Kettő. A második dolog, ahol egy kolbászt el lehet rontani, hogy az alapanyag minőségen túl és az arányokon túl, hogy milyen a darálás. Nos, volt olyan, aki úgy ítélte meg, hogy egy picit durva a darálás, és ezért átdarálta. Ennek én személyesen örültem, mert hát ugye ez egy nagyon nehéz dolog. Itt van az egyéni ízlés. Vigyázzat, a kolbász az nem szalámi, tehát nem finom a darált hús. De az, hogy hányas tárcsán engedem át, na ez már sok mindent befolyásol, például az ízáthallásokba. És miután egy hideg hús befűszerezni például paprikával marha nehéz, mert a hideg hús nehezen veszi fel az amatokat, egy kis felületnöveléssel ezt lehetett fokozni, tehát én örülök annak, hogy volt három csapat, akik átdarálták egy megfelelő méretű, nem pépre, megfelelő méretű darálon, az ízekbe ez vissza is köszönt később, tehát ez egy jó ötlet volt. A harmadik dolog, ahol el lehet rontani nagyon egy kalvászt, az a sütés, jelentem, nagyon egyenletesen volt megsütve, és nagyon profi eszközzel a sütés hibátlan volt. És ez azért is fontos, mert ami viszont már nem volt hibátlan, sőt sok esetben az egyik legtipikusabb probléma volt, ezt az abszolút azonos hőtartományban és páratartalomban történt hőkezelés során tökéletesen kijött, az a töltésnek a sűrűsége és a töltésnek a légmentessége. Most ugye, aki nem tudott megfelelő sűrűségűen tölteni, azaz, akkor engedem a belet föl, akkor a kezemmel, az ujjaimmal érzékelem a tömörségét a masszának, és úgy fogom vissza, vagy engedem jobban a belet, hogy a megfelelő tömörség jöjjön ki, ott kis fiataloknak, ott hátul meg is mutattam többeknek, hogy ezt hogy kell csinálni, az idősebbeknél nem, mert ott nagyjából rendben is volt, de hát nem mindenkinél. Ez ott jön elő, hogy amikor elkezdtem felszeletelni zsűrizéshez, hát akkor volt, ami tört. Na most, ami tört, akkor eltört, a késem alatt, ami azért borotva éles, az nyilván rosszul van töltve, uram bocsán, levegős, és ezért a hengeresség nem hengeresség, hanem időnként ugye mindenféle hiple-hupla van benne, és ahol hiple-hupla van, és ez lefelé van, tehát éppen hupp és nem hip, ott bizony a kés alatt egyszerűen törik a hús, és nem metszet lesz, hanem egy töréspont, és ezek az apróságok, ami sok múlik egy zsűrizéskor. Sajnos Magyarországon, bár egy-néhány országon megfordultam, és 17 országban főztem, tehát jártam erre-arra, ennyire rosszul rajtunk kívül még két országot ismertem meg, aki nem szeret mérni. Nem csak a népi konyhakultúránkból maradt ki a mérleg, hanem a szakács konyhakultúrából is sajnos kimarad a mérleg.
cukrászoktól kell megtanulni, ők mindent mérnek. Ez nem azt jelenti, hogy ha én mértem a sót, a paprikát, meg uram, bocs, az egyéb fűszert, amit használtam, akkor nem kell kóstolni, de a mérés azért beállít. Tehát ahol a legtöbb ízhibát lehetett találni, az a só elégsége, többsége vagy kevéssége, tehát a sótartalom, azt lehetett például igazán értékelni. A másik ilyen dolog a paprika megválasztása. Erre is, ugye ott elmondtam néhány emberek, mondtam, hogy ezt jó, ha hangosan is elmondjuk, hogy ezt egy dolgot szakmaizzunk. Megnyalom az ujjamhegyét, beleteszem a paprikába, ott néhány szemcse lesz az ujjamhegyén, ráhúzom a nyelvemre, bezárom a számat és elkezdem szokogatni. Nagyon-nagyon lassan elkezdem oldani a nyelvemen, majd elkezdem lassan hátra küldeni a gégén felé. Az édes ízeket előérezzük a nyelvünkön, édes nemes paprika, édes ízei ott előjelennek meg. Ha a paprikát esetleg túlhőkezelték szárításkor, tehát magyarul ügyünk, hogy elégették a paprikát, akkor a benne levő karotinok megégtek, és kap egy kesernyés tónust a paprika, ezt a gégén hátul érzem. Tehát ha veszek egy paprikát, nem profi cégtől, akitől én már 20 éve nem veszek paprikát, tehát én nem közérbe veszem a paprikát, mindig ezt csinálom, megkóstolom, így ahogy elmondtam. És hogyha hátul a gégémen is azok a pozitív ízek jönnek elő, amit én keresek, akkor megveszem, ha nem, akkor nem kell, ez nem árkérdés. Néhány száz forint különbség van, 1 kilónál, de a különbség a kolbászon viszont óriási. Itt is sajnos három olyan kolbászt találtam, ahol a paprikának a minősége, ugye aztán ez zsíroldásba kerül, és úgy kerül be az én szájamba melegen, abszolút kijön belőle, hogy egy kesernyés paprikatónus van, tehát a mennyiség is nagyon fontos. Az esetleg a csípős és a nem csípős paprikák aránya is nagyon fontos, és az rettenetesen fontos, hogy olyan paprikát használjunk, amely ebben az ízlelésben megállta a helyét. Hát attól kell venni. Természetesen a színanyag a legfontosabb, de ez összefügg, mert ha megég a karotén, akkor a színanyagban is megjelennek a problémák. Ennyi volt a, tehát a, még egyszer a súly, hát mérjük meg azt, amit beleteszünk, és volt egy nagyon érdekes, két érdekesség volt, ezt még úgy döntöttem, hogy elmesélem. Az egyik csapat úgy döntött, hogy belekever a kalmász masszával egy aszalszilvát. Hát ugye ez egy kreatív ötlet, és minden kreatív ötlet addig jó, amíg annak, akinek készítettem, ízlik. Azt javaslom a csapatnak, és ha más ki akarja próbálni annak is, hogyha én beleteszek, mondjuk legyen az, hogy aszalszilvát, először is legyen finom az aszalszilva, ez túl magas hőfokon volt aszalva, és a benne levő cukrok egy része égetten karamellizálódott meg, ezt én kiéreztem nyilván, hát ezért vagyok itt, mert ehhez értek egy picit. Ez a kisebbik baj, erről kevésbé tehetnek, mert ezt vásárlást mind a paprikánál meg kell ítélni. De a nagyobbik baj az volt, hogy a szilva mérettartománya 4-5-szöröse volt a húskockák vagy a húsdarabkák méretaránya. Ha belettem a számba egy falatot, akkor olyan dominánsként volt jelen az aszalcilva, vagy eltűnt az aszalcilva, de, amely már zavarta a harmóniát. Tehát ha annyit csináltak volna, hogy beledarálják az aszalcilvát, ugyanolyan mérettartomány, vagy összeapítják késsel, hogyha itt más lehetőség nincs, akkor a méretarány azonosság miatt szépen belesimul a kalbászba, és nem lesz, nem viszi el a kalbászt egy olyan irányba, amelyik már kritikát kapott most tőlem, meg a zsűri többi tagjától. A másik érdekesség pedig az volt, hogy én tudom azt, hogy ezen a tájegységen nem csak paprikával készítenek kalmászt, tudik jóval hamarabb készítettek itt kalmászfélét, mint ahogy a Kolumbusz bácsi átugrott Amerikába és idehozta a paprikát. Ugye gyakorlatilag 500 éves a paprika története, 1500-as évek eleje, az elterjedtség az 1700-as évek végén kezdődik, és a teljes országos elterjedés 1800-as évek második felére tehető. Tehát a paprika előtt is volt Magyarország. Hát például ezen a tájegységen, például Birkában is készítettek réges-régen is kalmászféléket, paprika nélkül. Most volt egy csapat, amelyik egy birka sertés kombinációban készített egy fehér kolbászt, mégpedig versenyen kívül, de azért bekóstoltuk, és majd ha kérdezik, akkor személyes és elmondom a véleményünk, hogy nagyon finom volt, tehát a véleményünk az, hogy nagyon finom volt. Természetesen nem a versenyben értékeltük, hiszen az eltért a versenykiírástól, de privátban nagyon finom és érdekes volt, és lehet a kísérletezéseken ilyenben szempontból gondolkodni. Hát ennyi volt a szakmai, én természetesen itt maradok még egy fél órát a versenyhirdetés után, bárki bármire kíváncsi, itt van minden feljegyzve nálam minden csapatról, nagyon szívesen mondok el bárkinek bármit, de most én befejeztem. Igaz, hogy nincs sötét, de talán ennyi elég lesz szakmaiból, mert hát gondolom van, aki már izgul, jó? Hát ugye 7 embernek kell külsörülni, ők kapnak díjat, a többi ölelést és oklevelet. Azt hiszem az oklevelekkel fogjuk kezdeni, ugye igazgató? Hát akkor oklevelekkel kezdünk.
Köszönjük szépen, és hát akkor fölkérnénk a zsűri elnökét, polgármester urat, illetve a zsűri jelenlévő tagjait is, hogy segítkezzenek majd a emléklapok, a külön díj, és természetesen majd az első három helyezett díjának az átadásában. Emléklapot kapott, és köszönjük szépen, hogy részt vett a mai versenyen, természetesen várunk vissza valamennyi csapatot jövőre is, tehát emléklapot vehet át a 4B, 4. B csapata. Szintén emléklapot vehet át a nagy csapat. Emléklappal jutalmazunk a Karcagi Kovács DSE asztali tenisz csapatát. Szintén emléklap a generáció csapat tagjainak. Ugyancsak emléklapot vehet át a Karcagi Szakképzési Centrum. Köszönjük részvételét a Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület csapatának. A Karcagi és a Kézilabda felnőtt csapat tagjainak, akik eljöttek a mai rendezvényre. Szintén emléklap a Kézilabda junior csapat tagjainak. És egy stílszerű csapatnével érkezett csapat a Kocabél. Pár csapata. Én nekem mindenki komán. Erőt egészségünkre. A Karcagélyesen labdarúgó egyes csapata. Emléklapot vehet át a Pátlika Néptánc csoport. És emléklappal köszönjük részvételét a Koszogató csapatának. És hát nyilván a többi csapat most már izgulhat, hiszen a külön díja. Külön díjat vehet át a Karcagi Sportegyesület labdarúgó 2-es csapata. Szintén külön díjjal jutalmazta a tűzoltók csapatát. Külön díjban részesül a Karcagi Sportegyesület kosárlabda csapata, a Farkasok. És külön díjban részesül nyilván a még és a tavalyi eredmény kötelez, de nem sikerült megismételni a tavalyi eredményüket, viszont külön díjban részesülnek a birkafőzők csapata. De ők a tavalyi győztesek. Gratulálok elnök! Köszönjük szépen! Harmadik helyezést ért el az idei kolbász ízesítő versenyen. A Karcagi Sportegyesület kosárlabda csapata, az Oroszlánok csapat. Második helyezést ért el. Most már lehet, hogy most fog még nagyobbat kiabálni az első helyezett, nyilván majd az is egyértelmű lesz. Tehát második helyezett a Karcagi Kolbász ízesítő versenyen ebben az évben a Hubai és Társak Kft. Csapatának.
Kovácsot ügyvédő az egész csapat. Első helyezett a hatósági csoport Banáti Társasága. Köszönjük szépen mindenkinek a részvételt, gratulálunk mindenkinek, nagy szeretettel várunk mindenkit, egyrészt további rendezvényeinkre, másrészt pedig a jövő évi rendezvényünkre is. Nagyon szép hétvégét kívánok mindenkinek, és még egy nagyon fontos dolog, ami itt a színpadon nem hangzott el, de amikor itt körbenézek a kollégák között, és azt gondolom, hogy lent a nézőtéren is, sok boldog névnapot kívánunk a Katalinoknak ezúton is, a mai napra. Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer mindenkinek a részvételt, szép hétvégét, jó estét kívánok, szép estét mindenkinek.